Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt a te álmaidról és reményeidről van szó. Miről álmodsz? Miről álmodozol? Megvalósul ez az álom, igen vagy nem? Erre adják meg a kártyák a választ. Tehát gondolj egy bizonyos álomra. Ez lehet a szerelem, lehet a hivatásod, vagy egy szép környezet, vagy a család, és most megtekintjük azt, hogy mi a válasz. De mielőtt kezdeném a kártyákat elmondani, ezt az üzenetet, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ezt a jóslást megrendelhetitek, akkor az személyes, és passzol a te álmaidra. A díjam 3500 forint, ha ezt a jóslást asztrológiával együtt kéred, akkor a díjam 9000 forint. Itt ez a kártya utal a te jelenlegi helyzetedre, illetve az álmodra, vagy álmaidra. A háttérben ez a csónak vagy hajó, az szimbolizálja a reményeket. Tehát megvan ahhoz a remény, hogy ez az álom megvalósuljon. Itt a kutya jelenti a hűséget, tehát ez az álom megmarad hűségesen nálad. De a kutya jelentheti a barátságokat is. Itt az óra jelenti az időt. Mégpedig azt, a remény megvan arra, hogy ez az álom megvalósuljon, de légy még kicsit türelmes, amíg ez beteljesedik. És a következő kártya azt fogja mutatni, megvalósul ez az álom, igen vagy sem. Itt látható ez a kép, ez a festmény, és ez jelenti a te álmodat, a te elképzelésedet. És ez az álom, ez a festmény, ahogy te ezt színesen kifested, a saját álmaidat, itt megjelenik a nappali szobába, tehát beköszönt hozzád, és az azt jelenti, igen, ez az álom megvalósul. A következő kártya megadja a választ arra, hogy ez az álom, ez egy illúzió, igen vagy sem. Ezen a kártyán látható egy szomorú hír, láthatóak a könnyek. Ez a múlttal áll összefüggésben, mert megvannak nálad ezek a szomorú emlékek sajnos. És ha így érzed most magadat, hogy a múltban soha semmi nem sikerült, akkor most nehéz elképzelni azt, hogy ez az álom megvalósulhat, hiszen nem hiszel benne, vagy megvannak a félelmek, hogy újra csalódás lesz nálad. De változtathatsz a helyzeten, hiszen itt vannak a gyöngyök, tehát a könnyeidet változtasd meg ezekhez a gyöngyökhöz, és ez nagyon értékes, tehát a te álmod értékes, te vagy értékes ahhoz, hogy megkapd ezt az élettől, hogy ez az álom megvalósuljon. Mi ad számodra erőt? Itt látható egy találkozás, egy beszélgetés, ha ki tudod mondani azt, hogy mi a terved, és valaki odafigyel rád, meghallgat téged, ez erőt ad számodra. Vagy jelentheti a lelki társadat, ha tudsz vele találkozni, beszélgetni, ez is erőt ad. És milyen lépéseket kellene tenned? Ha egy hölgy vagy, akkor te magad erősítsd ezt a hitet, hogy ez az álom megvalósul.
És itt a bagoly utal akkor a bölcsességedre. Ha egy férfi vagy, akkor a lelki társnőd ad erőt számodra, és közeledj felé. Hiszel abban, hogy ez az álom megvalósul, itt van a hited, itt látható a pecsét, és az azt jelenti, igen, ez az álom megvalósul, azon kívül itt lesz egy jó hír. A rossz hír utalt a múltra, itt ezen a kártyán, és a jövőt illetően megvan itt ez a jó hír. És most megtekintjük a gondolataidat. Itt látható a gondolataidban ez az utazás. Ez lehet külföldi utazás, vagy kapcsolatok, de jelenti a változásokat is. Ha így gondolod, akkor az a fontos, hogy bízz abban, hogy itt lesznek változások, igen, ez az álom megvalósul, jó irányba pörögnek az események. Hiszel ebben, az érzelmeidet itt látjuk, kéz a kézben tudod ezt megvalósítani. Ez jelenthet egy előnyös szerződést. Akkor éled az álmodat, a hivatásodat illetően. Kéz a kézben egy közös életút kihat a szerelemre. Tehát, ha szerelemről van szó, akkor ez is megvalósul. De azt is jelentheti, hogy vedd kezedbe a dolgokat, higgy ebben az álomban, hiszen ott van melletted, tehát érintsd meg, és akkor ez az álom beköszönt az otthonodba, ahogy itt ez a kép mutatja, és megvalósul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!